Két nap alatt kétszer is megtelt a Városi Művelődési Központ színházterme, ami azt jelenti, hogy a nagy sikerű Bohózatot 1150 néző látta. A darab főszereplőjét, Beleznai Endrét főleg az ehhez hasonló vidám darabokból ismerhetjük, azonban úgy véli, hogy a komolyabb előadások is megtalálják a maguk közönségét. Mindig az volt azért szerintem, hogy a vígjáték vagy a zenés az könnyebben eladható volt. Bejönnek a komolyra, és csak azt nehezebb eladni, tehát ott nagyobb erőfeszítéseket kell tenni, hogy bejöjjenek, amikor benn vannak, akkor már ugyanúgy élvezik, vagy nem élvezik, mint a másik műfajt. Tehát elvileg az most biztos, hogy nem egyszerű, komolynak is abszolút van. Létjogosultsága, de persze azt is szokták mondani, és igaz is, hogy az embereknek teljesen jogos igénye van arra, hogy szórakozzanak, mert hát az élet kegyetlen, meg mindenféle viharok dúlnak a világban, és hát beül az ember egy 2-3 órára, és akkor addig jól érzi magát egészen biztosan, arra mindig is nagy az igény, és ez egy jogos igény, és örülünk, hogy kielégíthetjük. A színpadon Gesztesi Károlynak is fontos szerep jutott. Az ismert és népszerű színész szerint a darab sikerének egyik titka, hogy mindenki szívesen szórakozik az emberek gyarlóságán. Alapvetően azon szeretünk nevetni, amilyenek vagyunk szerintem, tehát mindenki azon nevet, hogy a másik óriási bajban van, de hát ő is általában ugye az emberek hát minimum füllentenek és bajba kerülnek, de hát valahogy kimossák magukat belőle, itt pedig örömmel nézik, hogy lám, az hazudik, és ugye milyen nagy bajba kerül. Hát, és akkor nem nagyon ismer magára, de nem is kell tezem arról szól, hogy mindenki önvizsgálatot tartson, ez elég így. Magával akar beszélni! A dunaszerdahelyi származású Bugár Anna szintén a darab szereplője volt. Mindig nagy örömmel lép az itteni Városi Művelődési Központ színpadára. Fantasztikus érzés évről évre, hogy itt lehetek, hogy ezeken a deszkákon, ahol néptáncoltam, ahol szavaltam, ahol általános iskolában különböző darabokban játszhattam, ilyen kis előadásokban újra színpadra léphetek, úgyhogy ilyenkor mindig egy picit kislánynak érzem magam újra. A nézőtér állítom, hogy 90%-ával ismerjük egymást, és ez nagyon-nagyon jó érzés, de ez plusz töltetet ad az embernek, tehát hogy azt gondolom, hogy hozzátesz energiában. Talán én egy picivel még többet kapok és vihetek haza itt Dunaszerdahelyen. A színházi évad májusig további 4 előadást kínál a közönség számára. Legközelebb február 12-én a Hadarc Színház lép fel városunkban. Erre az eseményre az aktuális programajánlóban hívjuk fel a figyelmet.